Na, folytatom ezt a videót, amit az előzőekben úgy félbe hagytam. Most ígérem, nem beszélek olyan sokat, csak a lényeget. Szóval a kérdés, hogy régen nekem mindig fokozatos hajat vágtak, vagy tépettet. Mi a véleményed, divat-e még a fokozatos haj, vagy lelapuló haj esetén ajánlott-e? Vékony szálú, nem túl sűrű hajban is jól áll-e? Ez egy nehéz kérdés, mert én azt gondolom, hogy ilyenkor elsősorban azt kell eldönteni, hogy az illető, akinek ez a vékony szálú lelapuló haja van, annak jól állna-e, ha nem az lenne. Mert sokszor nem is. Sokszor úgy mondjuk öregítené, hogyha megemelkedne a jobban a feje tetején a haj. Nyilván van az, amikor nem, amikor annyira lelapul, meg annyira vékony, meg annyira kevés, hogy emelni kell rajta. Arra egyébként én inkább hajtóemelő megoldásokat javaslok, de ez is bizonyos hajhosszig működik. Egyébként volt régebben a Matrixnak, még nekem van egy adag, de el fog fogyni, aztán nem lesz. Egy hajtóemelő ilyen szolgáltatása, tök jó, tök jól működik, egy hónapig tartja, emeli a hajat a tövénél. De hát sajnos ez már nincs, úgyhogy nagyon várom, hogy legyen helyette valami más. De van hajtóemelős videóm, abban mutatok egy több megoldást, hogy lehet megemelni a hajat. Meg lehet persze vágással is, és azért szokták igen a vékony szálú meg az ilyen lelapuló hajakat fokozatosra vágni, mert ugye akkor a rövidebb haj, tehát a fokozatos az azt tudod, amikor van egy hossza, tegyük föl eddig ér, de van benne átmenet, tehát itt följebb-följebb rövidebb szálak vannak, vagy tincsek. Ugye, mert akkor azok könnyebbek, azok jobban megemelkednek, és egyébként sem lesz ilyen sátor. Na most tudom, hogy a vékony szálúból csak ilyen kicsi sátor lesz, vastag szálúból tud ugye ilyen nagyobb, ha így mutatom, jobban tudod, tehát amikor így kiáll, és a vége megvastagszik. A vékony szálúnak is meg tud vastagodni a vége egyébként, de itt kell eldönteni, hogy az arcformáthoz mi az, ami, hogy mondjam, mi a fontosabb, hogy ja, meg hát, hogy tudod kezelni, tehát, hogy mi a fontosabb, hogy vastag legyen a vége, vagy ne lapuljon le a teteje, mert ez a kettő együtt, ez vékony szálonál kevés hajnál nem fog menni, illetve, hogy milyen jól neked, ugye, milyen az arcformád, és egyáltalán milyen hajhozba kell gondolkodni, meg amúgy is milyen formába. Optikailag szerintem tök sokat tud emelni egy frizurán, hogyha van hozzá frufru. Az itt elvonja a tekintetet, meg főleg, hogyha ha vastag az a frufru. A párszál az ugye nem, de hogyha vastag, akkor itt az emeli, az amúgy is ugye itt emelkedik a fej, ahogy így a homlok, hogy mondjam, tehát ugye itt lejjebb van, mint itt, és innen, hogyha szépen így a homlokba borul egy frufru, akkor magasabbnak tűnik az egész frizura. Illetve, hogyha azt a frufrut mindig megmosod, mert ugye ez meg a másik kulcs kérdés ebben a kérdésben, hogy akkor nem fog annyira lelapulni, mert egy nem frissen mosott haj, vagy frissen mosott és szárított, az ugye másnap, harmadnap már mindig laposabb, tehát összeesik, ugye zsírosodik, akkor is, ha nem zsírosodik a hajad, de összeesik egy kicsit, egymáshoz tapadnak a hajszálak. Ha mondjuk nem zsírosodik, akkor azt tudod csinálni, hogy gyakrabban megfésülöd. Az egyébként szokott segíteni, mert tényleg összetapadnak ezek a vékony hajszálak, és attól tűnsz ilyen ázott verébnek már estére vagy délutára, de akkor vigyél magaddal fésült, napközben többször át kell fésülni. Ugye még tud segíteni a hajtóemelő por, amit mondjuk én nem szeretek a hajamon használni, de ettől függetlenül tök jó a maga a hatása. A száraz sampon is, bár azt megint nem szeretem, de a száraz sampon is azért tud emelni a hajon. De szerintem akinek vékony szálú, vagy kevés, és kevés, vagy lelapuló haja van, az ne azzal foglalkozzon, hogy divat-e vagy nem, mert, hogy mondjam neked, olyan, tehát a divat az olyan, mint a ruha. Tehát olyan modellekre találják ki a ruhákat, akiken minden jól áll.
a haj divatot is akik bemutatják, azoknak olyan hajuk van, hogy abból bármit meg tud, meg olyan arcuk van, hogy abból bármit meg tudsz csinálni, meg bármi jól mutat. Ettől el kell egy kicsit rugaszkodni szerintem a hétköznapokban, és ne zavarjon téged, hogyha ez nem divatos. Az nem azt jelenti, hogy ódivatú és égés és gáz, mert kis finomításokkal mindig lehet a divatra hangolni egy-egy frizurát, még akkor is, hogyha nem az utolsó divat szerint van levágva. Inkább a saját adottságaidhoz és a hajad adottságaihoz passzoljon szerintem. Egyébként a tépetnek, ebben a tépet frizurának ez is olyan, hogy jól néz ki, de a tépet az azért mindig kevesebb, mint az, ami, tehát ami úgy igazán tépet, az mindig kevesebb, azért onnan hajszálakat vágunk ki. Tehát akkor attól nem lesz több a mennyisége, hogyha én azokat onnan kivágom, meg levágom. Viszont mivel így több hajszálat látok, mert több véget látok magában a frizurában, mégis van egy olyan érzésem, hogy több lett, dúsabb lett a haj. De csak akkor, hogyha frissen van mosva, szárítva, mert hogyha nem, akkor az, amit az előbb mondtam, összeesik, összelapul, és akkor még kevesebbnek tűnik egy tépet haj. Szóval azzal ezért kell vigyázni, hogy akinek tépett a haja, szerintem vagy fokozatosra van vágva, az mossa gyakrabban, meg szárítsa gyakrabban. Megint itt a rizsvizen kívül hajnövekedés gyorsító módszer, hajszesz, meg mit tudom én, persze, hagyjuk is, mert... Na, hú, itt van egy jó, de ez egy hosszú, ezt fel akarom majd olvasni, úgyhogy tovább megyünk. Ó, van egy ilyen, igen. Tehát az illető azt mondja, hogy mazsirúzzsal festi a haját, az a L'Oréal-nak a hajfestéke, a mazsirúzs, a mazsirúzs, azok a vörös árnyalatok, és hogy én az olaj alapúakat is ajánlom, de hogy azok is tartósak-e, az itt a kérdés, és van-e olyan sampon, ami nem zsírosítja a fejbőrt, a száraz hajat, viszont ápolja, puhítja. Na. Én olaj alapú hajfestéket a fejbőrre nem szívesen kenek. Én úgy gondolom, hogy oda nem kell olaj. Többek szerint vannak már erről kutatások, hosszú távon hajhullást okoz. Úgyhogy ebben nem lehetünk azért teljesen biztosak, mert nem olyan régóta vannak olajalapú festékek, tehát nem tudom, hogy mondjuk 20 vagy 30 év múlva hullani fog-e, meg hogy ennyi idő alatt ezt meg lehetett-e állapítani, biztosan. Nem tudom, én a sajátomra nem kennék a fejbőrömre olajalapú festéket. A haj végeimre, hajhosszra kennék abban az esetben, ha fennállnának azok a problémáim, amik ennek az illetőnek. Nekem nincsenek ilyen problémáim a hajammal, úgyhogy én a végére is vizes bázisút kenek, illetve vagy színezőt, vagy nem is kenek semmit, mert jó az úgy, ahogy van. A olajalapú festéknek az a lényege, hogy egy olajos közegben dolgozik a termék tulajdonképpen, és ezek az olajok közben ápolják és hidratálják a hajszálakat. Na most, amit írt az illető, hogy milyen a haja, száraz a vége, mit tudom én, arra tök jó. Sőt, arra sokkal jobb, mint a vizes bázisú hajfesték, úgyhogy igen, én is szoktam is egyébként olyat csinálni, mert van nálam is olajalapú festék, az Inoa egyébként, a L'Oréal-ta. Szoktam olyat csinálni, hogy a tövét bekenem a rendes vizes bázisú festékkel, és a végére kenem ugyanazt a szint, ha ugyanaz kell, vagy mást, attól függ, ugye, de azt meg olaj alapúnak. Tipikusan ilyenek a göndörhajak, a vastag szálú hajak, ami szöszösödik, kezelhető, nehezen kezelhető, rugalmatlan, keratin hiányos. Ezekre tök jó.
Már az első alkalom után is, de aztán a további alkalmaknál, hogyha az egész hajat be kell festeni, van, hogy egyébként nem is kell, csak átmegyek rajta egy picit, egy ilyen nagyon gyenge százalékkal, elég rövid hatóidővel, hogy azt az ápolást megadja neki. Úgyhogy erre szerintem tökéletes, de van egy másik megoldásom, hogyha mondjuk nincs az a szín olajalapúból, amit én szeretnék, akkor teszek olajat a vizes bázisú festékbe. Úgyhogy akkor meg azt szoktam csinálni. Nincs itt, a mosónál van a moringa olaj a Matrix-tól, azt szoktam belekeverni, tökéletesen működik. Egyébként a moringa olajat még akkor is szoktam festékbe keverni, hogyha valakinek érzékeny a fejbőre, mert nagyon jól nyugtatja. Vagy lehet, hogy nem is érzékeny, csak frissen mosott hajjal jött, és akkor lehet, hogy egy kicsit érzékenyebb a fejbőre a hajfestésre, és akkor is teszek bele. Ugye nem szívesen, mert mondom, nem szívesen rakok olajat a hajtőre, a mai tudásom szerint, de akkor egyszer, most egyszer belerakom, attól semmi baja nem lesz, mint hogyha rendszeresen olajtartalmú festéket tennék rá, értitek? A végére pedig nagyon szívesen belerakom a festékbe a moringa olajat, mert tök jól ápolja, hidratálja, és puha lesz tőle, és tök szép fényes lesz is. És a moringa olajat egyébként ugyanúgy, mint az indiai amla olajat a Matrix-tól, nagyon szívesen ajánlom otthoni használatra, mert tök jó. Na, erről ennyit tudtam mondani. Aztán nézzük még hány, 11 perc, jó. Aminexil kúra. Az aminexil kúráról csinálok inkább egy külön videót, mert azt is baba fejem megmutatom, és most nincs itt baba fej. Jó, akkor. Azt mondja, hogy a fodrász, akihez járok, azt mondta, hogy külső mechanikai hatás az oka, hogy már ennyire seprűs és törött a hajvég. Hiába próbálkoznék egy kollagén kúrával, mert ugye, hogy külső hatás miatt olyan. Kollagén kúrát akkor gondolom, hogy belülről érted, tehát, hogy kollagént szednél. Kollagént szedjél, a kollagén jó, a kollagén nagyon sok mindenre jó, a hajra is, tehát abból bajod nem lesz, azt szedjed nyugodtan, szerintem. De biztos, hogy van nálam jobb